Köszönöm szépen. Két évvel ezelőtt, január 16-án, ebben a csarnokban tettek esküt országgyűlési képviselő jelöltjeink a Szent Koronára. Tavaly január 29-én, az első parlamenti időszakunk után, szintén itt vágtunk neki a 2011-es politikai évadnak. Ez a mozgalom mindkétszer bátran, erőtől telve kezdett a küzdelmekbe, és mindkétszer meg is cselekedte, amit megkövetelt a haza. 2010-ben közel 1 millió ember támogatásával bejutottunk a Nemzet templomába. 2011-ben pedig a magyar közéletben példátlan módon egyedül voltunk képesek arra, hogy a szavazóbázisunkat növeljük, sőt, az év elejéhez képest azt meg is dupláztuk. Amikor tehát itt kezdjük az esztendőt, akkor az mindig jól alakul. Most hasonló reményekkel harmadszor kezdjük itt az évet, azért, hogy közösen elmondhassuk mindenkinek, hogy kik vagyunk, mit akarunk, és hogyan mentenék meg a hazánkat. Nem fogunk zsákba macskát árulni. Nem kérünk biankóra támogatást. Nem cserélgetjük a köpönyeget. Mi azok vagyunk, akik mindig is voltunk. És azok leszünk, akik most is vagyunk. Szimplán, egyszerűen magyarok. Tisztelt barátaim, tisztelt jelenlévők, kedves tagtársak, szimpatizánsok, gárdisták, elszakított területekről érkezett testvéreink, kedves vendégeink a nagyvilág minden pontjáról. Köszönöm mindenkinek, aki eljött, hogy itt legyen ma velünk. Az előttünk álló percekben szeretném összefoglalni mindazt, amit a párt elnökeként a 2012-es évre útravalónak tekintek. Úgy döntöttem, hogy ezen a számomra fontos napon négy nagyobb témát járok körül. Először talán a legbővebben szeretnék az ország gazdasági helyzetéről és a kivezető utakról beszélni. Majd ezzel szoros összefüggésben a külpolitikai helyzetünkről. Aztán rátérnék a belpolitikára, a jelenlegi magyar közéletben kialakult állapotokra. Végül azon szellemi eszmei alapokat szeretném megerősíteni mindannyiunkban, amelyeket a Jobbik képvisel. Ez utóbbit azért, mert a ránk váró nehéz munkában, a ránk zúduló hazugságok ellenséges pergőtüzében nem szabad elcsüggednünk, hogy amikor majd körülöttünk minden bizonytalanná válik, amikor majd körülöttünk minden hánykolódik, ne adj Isten összeomlik, akkor nagyon fontos, hogy az eszmeiségünk szilárd alapokon álljon. Mielőtt azonban belekezdenék ebbe a négy témába, nem tudom megállni, hogy a 2012-es évvel kapcsolatos általános és negatív vélekedésekkel, várakozásokkal kapcsolatban nem mondjak néhány mondatot. Magyarországon mi a dakoták közmondásait az átlagnál jobban ismerjük, de azért arról is tudunk, hogy a maják jóslatai szerint 2012-ben idén valami nagy, világméretű katasztrófa vár a világra. Hogy ez pontosan mit jelent, senki sem tudja. De annyi már biztos, hogy Budapesten lesz egy homoszexuális olimpia. Ha jó Isten látja a lelkem, hogy nem valamiféle homofóbia mondatja velem, hanem pusztán a jó érzés, de ez tényleg világvége. Bocsássanak meg a vaskos tréfáért, előre is elnézést kérek, de hát a utca embere sokszor plasztikusabban fogalmazza meg a véleményünket, mint azt akár mi képesek lennénk. Szülővárosomban Gyöngyösön egy úr a homo olimpiával kapcsolatban azt mondta, hogy őt fazekasnak hívják. Tudja azt, hogy Magyarországon nagyon sok a fazekas, de azért még ennyi köcsög nem kell. Visszatérve a maja proféciára, mivel sohasem találkoztam még olyan jósnővel, aki lottóötös nyert volna, ezért én mindig óvatos vagyok az ilyen jövendelésekkel kapcsolatban, de azt el kell ismerni, hogy azt a borús képet, amit ez a jövendelés megfest, a világban és hazánkban zajló folyamatok sajnos megerősítik. Az elhúzódó világválság, az Egyesült Államok lassú térvesztése, Kína visszaesése, az EU elképesztő válsága és szánalmas vergődése, és ezen belül hazánk állandósult mélyrepülése mind-mind azt erősíti, hogy valami nagyon nincs rendben. Persze tudom, hogy vannak olyanok, akik nem osztják a negatív várakozásokat.
Ők azt szokták mondani, hogy nem lesz gáz. Erre én keserűen csak annyit tudok mondani, hogy lehet, hogy villany se. Meggyőződésem, hogy a világra és hazánkra 2012 a korábbiaknál is nagyobb, nehezebb próbatételt mér majd. A félreértések elkerülése véget nagyon fontos hangsúlyozni, ezt nem azért mondom, hogy bárki kétségbe essem, vagy azért, hogy bárkit kétségbe ejtsek, hanem azért mondom, mert a felelősségünket szeretném hangsúlyozni. A most előttünk álló időszakban minden eddiginél fontosabb lesz, hogy higgadtak legyünk és élesen lássunk. Lássuk azt, hogy mi zajlik körülöttünk, és hogy a helyes elemzés után megtaláljuk a helyes megoldásokat. A szakadék színén ugyanis nincs próba lehetőség. Aki elvéti, az lezuhan. A várható nehézségekre ezért a strucc politika, a naív optimizmus, a problémákra való sükettség nem válasz. De nem válasz a kétségbeesés sem, a pánik sem, a visszahúzódás vagy a céltalan agresszió. Mindezek helyett józan határozottsággal meg kell vizsgálnunk, hogy mi a helyzet, mi lenne a kivezető út, erre milyen lehetőségeink vannak, majd lépnünk kell. A szívünk ezért legyen forró, de a fejünk nem lehet az. A nagy átalakulás, ami világra is ránk vár, nem lesz könnyű. A nagy átalakulások a történelemben sohasem érnek véget simán, mindig ára van. Ráadásul mára mindezek mögött olyan hatalmas, világméretű erők, csoportok állnak. Olyan hihetetlen manipulatív erőkkel, akik számára az emberi élet, vagy akár egy egész nemzet sorsa semmit sem ér. Számukra bárki és bármi eltaposható. Mi is. Mindez félelmetes, de nem az a bátor, aki nem fél, hanem az a bátor, aki szembe mer nézni azzal is, ami számára félelmetes. Ezért 2012-ben nekünk magyaroknak elsőképpen bátraknak kell lennünk. Mindezen bevezető gondolatok után rá kell térjek a gazdasági helyzet értékelésére. Bármennyire is száraz téma, bármennyire is nehéz téma, ma ezt megkerülni nem lehet. A kormány gazdaságpolitikája egy nagyon érdekes hibrid. Keverednek benne hagyományos neoliberális elemek a konzervatív megoldásokkal és az úgynevezett unortodox lépésekkel. Általában mindegyik megszorítást szokott jelenteni. A gazdaságpolitika egyes lépései alapján ezért nagyon nehéz meghatározni, hogy mi a matolcsizmus. Ráadásul figyelembe kell vennünk azt a zavart is, ami a kommunikáció és a valódi lépések között fennáll. Nehéz ugyanis a nemzetmentőnek beharangozott, mezőgazdaság mentő Darányi Ignác tervet komolyan venni akkor, amikor a bejelentése után két napra rá a földművelésügyi államtitkár, aki talán a kormány egyetlen egy hiteles nemzeti gazdasági szakembere, lemond. Vagy akkor, amikor Orbán Viktor harcosan kiáll a földért, hogy majd megvédi ebben a háborúban a magyar földet, de az országgyűlésben meg a képviselőit arra kényszerítette, hogy az alaptörvény vitájával nemmel szavazzanak. És ha mindehhez még hozzávesszük, hogy a kommunikáció is minimum két rétegű volt, egészen más mondtak itthon az embereknek, mint Brüsszelben a diplomatáknak, akkor tényleg nagy a káosz. Meg lehet-e érteni egyáltalán a matolcsizmust, a kormány gazdaságpolitikáját? Vagy még mélyebb rásva a kérdésekben, van-e egyáltalán értelme ennek? Megérteni nem egyszerű, szinte lehetetlen, mégis meg kell kísérelni. Fontos nagyon, hiszen egy ellenzéki párt, ha nem érti a kormány szándékát, nem tud rá jól reagálni. Nem mindegy ugyanis, hogy egy kormánynak jó a szándéka, csak azt rosszul hajtja végre, vagy éppen fordítva, rosszak a szándékai, de azt jól hajtja végre. Előbbi ez ugyanis érdemes konstruktívan odaállni, érdemes a rossz mederből a jó mederbe terelni a jó szándékot. Ez építő konstruktivitást kíván. De a másik esetben, amikor a szándék eleve rossz, és ráadásul még a végrehajtás meg jó, na ekkor kell akadályozni, minden erőnkkel, szembeszegülve, keresztbe fekve a politikával egy felelős ellenzéki pártnak a kormánypolitikáját. Arról a katasztrofális harmadik lehetőségről, matematikai lehetőségről, hogy a kormány szándéka eleve rossz, és még a végrehajtás is rossz, erről nem is nagyon ejtenék szót, mert Gyurcsány Ferenc ezt megmutatta, hogy hogyan kell csinálni. Úgyhogy visszatérek az eredeti kérdésre. Jó volt-e a kabinet szándéka, vagy rossz? Erre én most megmondom őszintén, nem tudok egyenes választ adni. Nem tudom. Nem vagyok gondolatolvasó, nem látok bele Orbán Viktor és Matolcsi György fejébe. Ha mégis meg kell tennem, akkor azt tudom mondani, nagyon megengedően, hogy az Orbán kormány, amikor meghirdette a gazdasági szabadságharcot, talán jót akart. Jót akart, de azt rosszul, pontosabban sehogyan sem hajtotta végre. Majd a kudarcok után még a jó szándékából is egyre lejjebb és lejjebb adott. Azt helyesen ismerte föl, hogy a nemzetgazdaságnak megerősítésre van szükség.
Ezt a Jobbik megalakulása óta hirdeti. De az már nagyon elkeserítő, hogy a kormány ebbe a szabadságharcba bele sem kezdett, vagy bele sem akart kezdeni. Tegyük föl tehát a kínzó kérdést. Miért bukott el az a gazdasági szabadságharc, amelyet el sem kezdtek? És ami még ennél is fontosabb kérdés, mi a tanulsága az elmúlt hónapoknak a Jobbik számára? Véleményem szerint 4 ok miatt bukott el ez a szabadságharc, és ebből következően 4 tanulság van. Az első ok az, hogy egy Fidesz típusú párt és kormány eleve, bensőleg, mondhatni, születésétől fogva alkalmatlan egy ilyen gazdasági szabadságharc megvívására. Számtalanszor elhangzott már a Fidesznek a liberális, szélsőségesen liberális kezdete, indulása. Ennek jelentőségét a jelenlegi helyzetben én nem tudom alulbecsülni. Ez a kezdet ugyanis egy letörölhetetlen billogot nyomott a Fidesz homlokára, amely mind a mai napig hat. Tegyük föl, hogy bizonyos személyekben lezajlott valamiféle jellemfejlődés. Tegyük föl, hogy az elmúlt években a Fidesz tagsága nemzeti érzékenység szempontjából kicserélődött. De akkor sem tudom elképzelni, akkor sem tudom elhinni és komolyan venni azt a gazdasági szabadságharcot, amely során a kormányban a külügyeket a Bilderberg csoport ülésein jelenlévő Martonyi János és hű fegyvertársa Németh Zsolt képviseli. A fejlesztési miniszter, majdan ugye IMF főtárgyaló nem lehet Fellegi Tamás, és a gazdasági tárca államtitkára sem lehet a köztudottan neoliberális Cséfalvai Zoltán. Hát képzeljük el, ha ez a hal feje, akkor milyen lehet az alattuk dolgozó adminisztráció? Vagyis hiába adja ki, esetleg, tételezzük föl a kapitánya jó irányt, a legénység mentalitása, belerögzült reflexei, vagy minden bizonyal ellentétes felfogása miatt a parancs valahol meg fog akadni, hanem éppen fordítva valósul meg. Az első tanulság, tehát a következő. Egy sereg akkor kezdjen szabadságharcba, hogyha szabadságharcosokból áll. Zsoldosokkal, kémekkel és árulókkal szabadságharcot vívni nem lehet. A második okot, amiért a kormány hajója felfordult a tengerem, maguk a gazdaságpolitikai intézkedések adják. Teljesen rosszul mérték fel a hazai és a nemzetközi helyzetet, és egészen rossz célokra tűztek ki. Az a két fundamentum, amelyhez rögeszmeként ragaszkodtak, teljesen elképesztő dolgokat szült. Az egyik az egykulcsos adó, a másik az államadósság gyorsított visszafizetése. Az egykulcsos adó nem csak gazdasági károkat okozott, tette fenntarthatatlanná a költségvetést, de társadalmilag is egészen romboló hatást fejtett ki. Az államadóság erőltetett csökkentése pedig lyukas hordó. Ennek a rögeszméhez, ehhez a rögeszméhez egyébként a kormány a megszorításokon és akár a társadalom megtakarításainak elvonásán keresztül is ragaszkodott. Persze pozitívumként is állítottak be néhány dolgot, gondoljunk a válságadókra, a bankadókra. Azt már nem tették hozzá, hogy az érintettek ezt tovább terhelték az emberekre. A magán nyugdíj pénztárakból begyűjtött hatalmas vagyont pedig nyomtalanul nyelte el az említett államadóság szolgálat. Ebben a helyzetben persze, hogy nem maradt kellő forrás a nagy arrendszerekre és a gazdaság fellendítésére. A világ egyik legkockázatosabb gazdaságává váltunk. Gyenge láncszeme lettünk a világnak. És ezt a helyzetet nem lehet magyarázni a világválsággal. Nem lehet magyarázni csupán spekulánsok támadásaival, vagy a nehéz gyurcsányi örökséggel. Ebben a helyzetben Orbán Viktor ludas. Ebben ő is magasan benne van. Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor, bármennyire is fáj ez a békemenet résztvevőinek, Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor más-más formában, egymás után, de együtt tették tönkre a magyar gazdaságot. A második tanulság tehát az, hogy a háborúhoz, a sikeres háborúhoz fegyverek kellenek és jól működő hadtáp. Fegyverek nélkül, éhes katonákkal szabadságharcot vívni nem lehet. A harmadik ok, a társadalmi egység szétverése. Igen. Esetleg most sokan azt gondolják, nem itt, de esetleg az interneten követik a mai eseményt, hogy hát miért mondom én azt, hogy szétesett a társadalmi egység, amikor a András úton nemrégiben a kormány mellett 100 000 ember vonult fel. És én nem is tagadom, elfogadom, hogy ez komoly jelzés arra nézve, hogy a kabinet mögött széles tömegek állnak. Azért nagyon feltűnő volt ez a tömeg, abból a szempontból 90%-ban idős emberekből állt.
Az ő kiállásuk a pártjuk és kedves vezetőjük mellett dicséretes. És nagyon remélem, hogy kormányon leszünk majd, akkor mellettünk is ilyen szinten és ilyen erővel kitartanak a szimpatizánsaink. De ez még nem nemzeti egység. Ez még nem az. És félreértés ne essék, nemzeti egysége nem valamilyen idealizált, álságos, álösszeborulás, szeressük egymást gyerekek típusú gondolkodást értek. Nem azt képzelem el a lelki szemeim előtt, hogy vonul a tömeg, és a tömegben ott önfeledten kéz a kézben vonul Novák Előd és Elsimon László. Vagy a tömegből feltűnik, amint Pörzse Sándor és Alföldi Róbert pacsit ad egymásnak. Vagy Gaudi Nagy Tamás könnyekkel küszködve borul, és békül ki Gyurcsány Ferenccel. És a menet élén pedig a zászlót közösen emeli magasba Morvai Krisztina és Göncz Kinga. Nem. Nyilvánvalóan nem ezt képzelem, és nem ezt gondolom nemzeti egységként, hanem azt, amikor egy valódi gazdasági szabadságharc mögé pártállástól függetlenül a nemzetben gondolkodó emberek felsorakoznak. És erre volt esély. Mondjuk, hogy erre volt esély. Nem a Jobbikon múlott, hogy ez nem valósult meg. Mi azt tettük, amit ígértünk. Egyedül. Egyedül tettük azt, amit ígértünk. Mi azt ígértük, hogy ami az országnak, a nemzetnek az érdeke, azt támogatni fogjuk. És támogattuk. Ami nem, azt meg nem. A széles nemzeti egységet a kormány verte szét, amikor egymás ellen haragított különféle csoportokat. Annyi érdeksérelem gyűlt föl mára a magyar társadalomban, ami végzetes. Az egykulcsos adó révén akaratlanul is, de a szegény és a gazdag egymás ellensége lett. A rendvédelmisek, a pedagógusok, vagy az egészségügyben dolgozók joggal érezhetik, hogy ebben a nehéz helyzetben őket magukra hagyták. A felsőoktatás lényegében fizetőssé vált. Az ifjúságra, a fiatalokra a magyar kormány ellenségként tekint, mert nem támogatja őt. A devizahitelesek százezrei, pontosan a legnehezebb szituációban lévők helyzete nem javult, hanem kilátástalanná vált. A harmadik tanulság tehát a következő. Az a sereg, amelynek sorai között megbomlik az egység, az nem tud győzni. Csalódott szakaszokkal, viaskodó századokkal és reménytelen ezredekkel szabadságharcot vívni nem lehet. A negyedik ok a külpolitikai elszigetelődésünkben keresendő. Az mindenki számára egyértelmű, ha kimondja, ha nem, ha bevallja, ha nem, hogy Magyarországot nyugati országok és tőkés csoportok tartják függésben. Ők azok, akik különféle nemzetközi szervezeteken, bankjaikon, multinacionális vállalataikon keresztül uralják a magyar gazdaságot, akik látható és láthatatlan módon több ezer milliárd forintot szivattyúznak innen évente. Az is egyértelmű, hogy a hatalmuk, az ő hatalmuk a miénkhez képest sokszoros. Mindezek alapján óriási naivitás azt gondolni, hogy Magyarország képes a sikerre szövetségesek nélkül. Az Orbán kormány ugyan szintén a Jobbikot másolva meghirdette a keleti fordulatot, de gyakorlatban teljesen kudarcot vallott. Hiszen nem lehet úgy keleti fordulatot elérni, hogy a külügyet kizárólag atlantista vezetőkre bízom, vagy úgy, hogy maga a miniszterelnök is még néhány éve arról beszélt, hogy minden rossz keletről jön. Akikkel szemben meghirdette most a szabadságharcot, abban a megalázó helyzetbe került Orbán Viktor, hogy akikkel szemben meghirdette a szabadságharcot, még ha csak verbálisan is, az EU-ra és az IMF-re gondolok, most éppen azok előtt kell megalázkodnia és könyörögni nekik, hogy legyenek már szívesek leverni a szabadságharcát. A negyedik tanulság tehát a következő, ha nagy háborúba kezd valaki, akkor célszerű jó akarókat keresni. Szövetségesek nélkül szabadságharcot vívni nem lehet. Vázoltam, hogy véleményem szerint miért bukott el a gazdasági szabadságharc. Mi volt a négy ok? A párt személyi állománya, a gazdaságpolitika hibái, a társadalom szétesettsége és a külpolitikai kudarc. Ha a kormány ezt így, ebben a formában komolyan gondolta, akkor dilettánsok. Ha nem gondolta komolyan, ha ez csupán kommunikációs játék, egyszerű marketing akció volt, akkor pedig aljasok. De valaki munkáját... De valaki munkáját megítélni, pláne utólag nem nehéz. Ez könnyű. És az sem igaz, hogy a Jobbik jó ideje mondja mindezeket, hogy már jó előre felhívta a figyelmet a veszélyekre. Úgyhogy az igazi kérdés a következő. A fentiekből levonva a tanulságokat, mit tennénk mi? Van-e értelme egyáltalán gazdasági szabadságharcot vívni egy ilyen világban? Mert az biztos, hogy a balliberális pártok és csoportok fő következtetése a következő lesz. Nem szabad ilyet vívnunk,
Nekünk az a jó, ha függünk a nyugattól, és ők diktálnak nekünk. Ők ezt fogják mondani. A Fidesz és a kormány válaszát is nagyjából sejtem. Ők azt mondják majd, hogy hát jó lett volna, ez a szabadságharc igen jó lett volna, de hát a realitások. Nincs erre realitás, úgyhogy rendezkedjünk be szépen a gyarmati sorba, és bízunk abban, hogy nem lesz nagyon nehéz az iga. A Jobbik számára mindkét hozzáállás elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan, elfogadhatatlan, mert nem leszünk gyarmat. És elfogadhatatlan, mert nem engedünk újabb és újabb megszorításokat. A Jobbik tehát igen, valódi gazdasági szabadságharcot akar, de levonva az elmúlt időszaknak a tanulságait. Nyilván az, hogy most egy teljes gazdasági programot felvázoljak, az a műfaj lehetősége miatt lehetetlen. De engedjék meg, hogy azért mégis három alapvető dologra bővebben kitérjek, mert ezek nélkül elképzelhetetlennek tartom a magyar gazdaság fordulatát. Az első az, hogy a magyar társadalom közterviselésében, vagyis adórendszerében változásra van szükség. Az egykulcsos adó minden szempontból megbukott. A tehetősebb és szegényebb rétegek közötti szakadékot növelte, éppen azoknak juttatott, éppen azoknak adott, akik amúgy is rendelkeztek forrásokkal, hogy ezt a nehéz időszakot átvészeljék. Azokat pedig cserben hagyta, akiknek eleve nem volt. A kormány persze azt mondta, amikor ezt felvetettük neki a parlamentben, hogy az adórendszer nem szociálpolitika, ő szociális szempontokat nem mérlegel az adórendszernél, mert az adórendszer feladata, hogy a gazdaságra hasson pozitívan. Ez az érvelés már önmagába elfogadhatatlan a mai Magyarországon, de tekintve, hogy az egykulcsos adó gazdaságilag sem érte semmilyen kézzelfogható sikert, így ez a magyarázat botrányos. Az a várakozás, hogy a belső fogyasztás majd a gazdagabbaknak juttatott pénz segíti, ez valami elképesztő. Akik viszont tényleg felpörgethették volna a magyar gazdaságot, a szegényebb rétegek és a lecsúszástól rettegő és mondjuk ki lecsúszás alatt lévő középosztály, rajtuk az egykulcsos adó nem hogy segített volna, hanem őket büntette. Úgyhogy ez az adórendszer, erről az adórendszerről a következő mondható el. Szociálisan érzéketlen, társadalmilag igazságtalan, gazdaságilag pedig teljesen haszontalan. A Jobbik javaslat egy olyan többkulcsos adórendszer, egy olyan progresszív adórendszer, amely három szempontot ötvözne. Egyrésztről igazságosabbá tenné a közterviselést. Másrészt családi szempontokat érvényesítene, harmadrészt kedvezményben részesíteni az értékteremtő munkát. Mind a kettőnek fontos jelentése van, értékteremtőt és munkát. A közterviselés megvalósítása révén nem csupán a szolidaritás erősödne a társadalomban, hanem a belső fogyasztást is valóban élénkíteni tudnánk. A családi kedvezmények megtartását mi is fontosnak tartjuk, de nagyon fontos néhány megfontolást, néhány észrevételt tenni. Az egyik az, hogy mi csak a tisztességes családtervezés segítenénk, ami azt jelenti, hogy a családi pótlékot csak a második gyermekig folyósítanánk, és a harmadik gyermektől adó kedvezményé alakítanánk, hogy ne legyen tovább poronybiznisz Magyarországon. Másrészt pedig a család tekintélyének természetesen a maximális megőrzése mellett, de nem szabad különbséget tenni gyermek és gyermek között aszerint, hogy a szülőknek milyen az élethelyzete. Harmadrészt a nagycsaládok mellett segíteni kéne a kiscsaládokat is, hogy a kiscsaládok nagycsaládokká válhassanak. Ami pedig a Jobbik által javasolt adórendszer harmadik szempontját, a munkaalapú kedvezményeket illeti, ezen azt kell érteni, hogy mi a termelői szektort kívánjuk erősíteni, a magasan hozzáadott értékű munkát, tevékenységet, és ami a legfontosabb, a nemzeti jövedelemnek az itthon tartását. Mindezektől pedig a munkahelyek számának a növekedését és a bérek emelkedését, valamint a differenciált támogatási forma miatt a külkereskedelmi egyenlegünknek a javulását, és ezáltal a költségvetésünk deficitjének javulását várjuk. Az adórendszernek komoly hatása lehet a gazdaságra, ez senki sem tagadja, de önmagában kevés. Hiába alakítunk az állami újraelosztásnak a mikéntjén adórendszeren keresztül, hogyha amit újra akarunk osztani, az nem nő, hanem stagnál vagy éppen csökken. Ezért újra és újra elmondjuk, és továbbra is kitartunk amellett, hogy az államadóságot Magyarországnak újra kell tárgyalnia.
Ne felejtsük el ugyanis, és mi a jogos alapunk erre? Ne felejtsük el, hogy az államadóság csapdájába bennünket az előző rendszer, a kommunista diktatúra kergetett. Úgyhogy százszor, százezredszer is elmondom, ha kell, hogy ezzel nem azt értjük, hogy a Magyarország megtagadna minden visszafizetést, hanem azt, hogy tegyük igazságosabbá a társadalom számára elviselhetővé annak visszafizetését. Meg kell vizsgálni, hogyan állunk, milyen lehetőségeink vannak, mik a jogos követelések, csak azokat fizetjük vissza, a maradékot pedig, és amit visszafizetünk, azt is csak moratórium, vagy újra átütemezés által. Mert mi zajlik most? Az zajlik most, hogy a következőt kérjük a hitelezőktől, kapjunk újabb hiteleket, mert az előző hitelek kamatait már nem tudjuk fizetni. És ez a kormány, a mostani kormányunk az elmúlt másfél, lassan két évben minden erőfeszítését arra tette, hogy ezt visszafizessük. Értelmetlenül. A nagy erőfeszítésének mi lett az eredménye? A magyar államadóság tovább nőtt, a kockázati felár az egekben, a magánszektor, az önkormányzatok szintén el vannak adósodva, állami segítségre szorulnak, az állampapírjainkat 10%-on is alig tudjuk eladni. Ez utóbbi, nem akarok itt gazdasági fejtegetésekbe belemenni, de ez utóbbi, ez azt jelenti, hogy ebből levesszük az inflációt, reál kamaton számolva is 5%-os hozamokat kellene majd a magyar gazdaságnak kitermelnie. Van olyan ma Magyarországon, aki komolyan gondolja, hogy ez lehetséges? Az elkövetkező években a magyar gazdaság ilyen hozamok fedezésére alkalmas gazdasági növekedést fog produkálni? Matolcsy György is kezd hinni a panompumában? Hogy addig toljuk magunk előtt ezt a hegyet, amíg végül a fejünkre nem omlik? Ebben a helyzetben az újra tárgyalás elkerülhetetlen. Mik az ellenérvek? Mert ugye hát ellenérvekből tele a padlás. Hát bele kell csak hallgatni, már amennyire mostanában tudunk ugye Bolgár György műsoraiba. Hála Istennek ugye úgy tűnik, hogy ettől megszabadít bennünket a sors. De az első ellenérv az szokott lenni, hogy ez nem érdek a hitelezőknek, hát miért lenne ez nekik érdekük? Ez azonban nagyon könnyű megcáfolni, mert a hitelezők a pénzüket akarják, ha ők valóban a pénzüket akarják, és nem az országot, amit egyébként én gondolok, akkor nekik is ez kell, hogy legyen az érdekük. Máskülönben ez a megnyomorított társadalom már nem tud egy fillért sem fizetni. Mások meg azt szokták mondani, hogy hát igen, el lehet ezen gondolkodni, de hát már lecsúsztunk róla. A rendszerváltozáskor kellett volna az államadóságot újra tárgyalni, akkor elmulasztottuk, most már ne bolygassuk. Milyen furcsa, hogy azt mondják ezek, azok mondják ezt, akik annak idején az akkori magyar kormányokat lebeszélték az államadóság újra tárgyalásáról. A mostani kormány meg egyenesen odáig fajult, hogy ne is beszéljünk erről. Jaj, mi lesz velünk, ha valaki azt meghallja, hogy miről beszélgetünk? Mi lesz a forint árfolyamával vagy a benzinárakkal? Kérdem én. Azzal, hogy a kormány az elmúlt másfél évben mindent beleölt az államadóság visszafizetésébe, minden megszorításunkat, megtakarításunkat, ettől még jó lett a forint árfolyamunk? Vagy alacsonyabb lett a benzinár? Ha a magyar kormány a benzinárak miatt aggódik, van nekem egy ötletem. Tagadja meg az Irán elleni Európai Uniós embargót. Az újra tárgyalás tehát nem erre kerülhető. Mindez azonban még van egy harmadik alap. Egy harmadik alap feladat, amit a gazdaságban el kell érnünk. Talán ez a legfontosabb, ha lehet ilyen rangsort felállítanom. Ez pedig a mezőgazdaság és az élelmiszer talpra állítása. Amikor erről beszélnek a rádiókban, tévékben, az ember már nagyon unja, mert mindenki erről beszél, csak még senki nem tett érte semmit. Miért nem? Hát azért nem, mert ha valaki a magyar mezőgazdaságot és élelmiszeripar talpra akarja állítani, akkor valóban gazdasági szabadságharcot kell vívnia. Mert lehet a magyar gazdaságon számtalan ponton segíteni. Számtalan elemmel, programmal ezeket most nem kívánom felsorolni. De azért egy dolog biztos. Az agrárium, mint húzó ágazat nélkül itt semmilyen fellendülésre ne számítsunk. Ha Magyarországnak lesz mezőgazdasága és élelmiszeripar, akkor mindenünk lesz. Ha nem lesz, akkor semmink se lesz. Ez ennyire egyszerű. Persze az ágazat... felépítése és megerősítése már annál nehezebb. Sokan arra panaszkodnak, hogy nincs elég szakember, a fiatalok elmenekülnek a szektorból. Én emiatt nem aggódom, én azt gondolom, hogy ha ebben a szektorban, a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban lesz értelme életet, pályát kezdeni, akkor fiatal gazdálkodók is lesznek. Ami miatt én aggódom, ami az én számomra fejtörés problémát okoz, az két másik dolog. A föld és a piac.
A föld, amelyen megtermeljük az árut, és a piac, ahol el kellene, hogy adjuk. Agrár áttörés egyik nélkül sem várható. A föld, és itt hagyd tegyem gyorsan hozzá a víz kincsünket is, a föld és a víz magyar kézben tartása olyan alapkérdés, amelyet alkotmányos szinten kell kezelnünk. Ugye ez az, amit a kormány tagjai nemmel szavaztak le az alaptörvény vitája során. Igen, ez hazaárulás. Piacot pedig két helyen lehet találni, viszonylag egyszerű a válasz, itthon és külföldön. A legegyszerűbb itthon, vagyis visszaszerezni a saját hazánkat, mint saját piacot. És ehhez nem elég az Erzsébet utalvány bevezetése, és azon keresztül magyar tulajdonú élelmiszerláncok helyzetbe hozása, hogyha ezekben a magyar tulajdonú élelmiszerláncokban sem lehet venni magyar terméket. Nem beszélve arról a leleményességről, amit Zék Kárpát Dániel képviselőtársam már számtalanszor elmondott az országgyűlésben, hogy még a magyar termék címkével ellátott termékek, áruk is sok esetben egyáltalán nem magyarok. Mi lenne a megoldás? A legegyszerűbb lehetőség a hazai piacszerzésre a szociális kártya és az erre épülő szociális bolthálózat rendszerének bevezetése volna. Ez azt jelenteni, hogy a segélyezett, a támogatást a szociális kártyával egy helyi boltban, helyi eladótól, helyben termelt nyersanyagokból készült, helyi munkaerő által előállított termékekre tudná levásárolni. Ez a helyi piac. És itt elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor kell, hogy egy fontos bejelentést vagy kijelentést tegyek a mezőgazdasága és az élelmiszeriparral kapcsolatban. Ez a szektor ugyanis az agrárium Magyarország számára nem csupán gazdasági kérdés, hanem demográfiai, társadalmi, munkaügyi és szociális kérdés is. Ezt nem lehet csupán gazdasági szemüvegen keresztül vizsgálni, mert aki így teszi, az hibázni fog. És ha már a szociális szempont előkerült, akkor hagyj szimbolizáljam a kormánynak a hozzáállását ehhez a kérdéshez, mármint a magyar mezőgazdaságnak a nem csupán gazdasági, hanem szociális kérdésként való felfogását is. Hogy említsem meg ennek példájaként a miniszterelnök főtanácsadójának, Hegedű Zsuzsának a napos csibe programját. Ez ugye... napos csibét adott a cigánságnak, de nem várt el, hogy azzal bármit is kezdjenek. Tehát elkezdjék a napos csibéket felnevelni, tenyészteni, elkezdjenek gazdálkodni. Így a napos csibékre tiszavirág élet várt, nagyon ritkán lettek kétnaposak. Sokkal többet ért volna... ha a cigányság ezer része számára a napos csibét meg a vetőmagot nem a segély mellett és felett, hanem a segély helyett adják. Vagyis azt a réteget, amely a szociális juttatásokból mindig nagyon sokat szeretne, de a munkából kevéssel is beéri. Életében először szembesíteni azzal, hogy a vetőmag nem szotyola, a napos csibe meg nem pihés fasírozott. A hazai piacok mellett ugye másik lehetőség a külföldi piacok megszerzése, meghódítása. Ehhez aztán tényleg kell a kormányzati támogatás, nem várhatjuk el a magyar mezőgazdasággal még foglalkozóktól, hogy külföldi kitöréshez elegendő erejük legyen. Ehhez azonban a kormánynak segítenie kell, és jól kell megválasztanunk azokat a célterületeket, azokat az országokat, régiókat, ahová minőségi magyar termékekkel be tudunk törni. De ez nem az EU. Tegye a szívére a kezét minden brüsszelista, barózóista, kónista, benditista, kommunista, kispista. El tudják képzelni ezek az urak, hogy a magyar gazdaság ennek az Európai Uniónak a keretei között megerősödik? Hogy a magyar mezőgazdaság visszaszerzi a piacait? Hogy meghódítjuk a külföldi áruházak polcait? Hogy húzóágazattá válik? Ugye, hogy nem. Magyarország lehetséges piacai nem az Európai Unióban vannak, hanem keleten. Ehhez azonban nem elég külgazdasági fordulat, hanem érdemi, külpolitikai fordulatra is szükség van. És ezzel elérkeztünk a másik témához, a külpolitikához. Remélem, hogy amit eddig mondtam, senkiben nem azt az érzetet keltette, nagyon remélem, hogy a gazdasági szabadságharcot fel kellene adnunk. De arról tudjunk, hogy a kormány erre készül. Bár igazából ugye, ahogy említettem, a gazdasági szabadságharcot soha nem is vívta, inkább csak próbálkozott ezzel-azzal, ami végeredményképpen az ügy lejáratása lett.
Végsősorban annyit ért el, hogy most még inkább belekerültünk a függési hálóba, mint eddig. Nem sokára aláírják Brüsszelben az Európaktum első verzióját. Felépül az Európai Egyesült Államok, mi meg tehetetlenül széttárjuk a kezünket. A külpolitikai fordulat szükségszerűsége ezért nem csupán fontos, de nagyon sürgető is. Elképzelhető, hogy néhány év múlva, ha akarnánk, sem tudnánk végrehajtani. Ez a külpolitikai fordulat azonban magyarázatra szorul, mert hát a sajtóban sok szinten és sok szempontból rágalmaznak bennünket, ennek se szeri, se száma, de hát a külpolitikai elképzeléseinket sem kímélték. Ha ma egy gyanútlan külföldi hazánkba téved, és véletlenül Miskolcon az Avas lakótelepen sétálgat, és ott éppen Gyurcsány Ferenc és Vadai Ágnes jön vele szembe, és mondjuk információt kér tőlük, hogy mi a Jobbik külpolitikája, ő körülbelül a következőket hallaná. Ez a párt az orosz titkos szolgálat által szervezett arab terrorista sejt, amely az itteni török és azeri maffia csoportok segítségével dél-amerikai drogbandák pénzét mossa tisztára az iráni atombomba céljából. Nem árt tehát tisztázni néhány félreértést, magunk között szóval szándékos csúsztatásra a külpolitikánkkal kapcsolatban. Az első mindjárt az, hogy a Jobbik Európából ki akarja vezetni Magyarországot. Ez már önmagában hülyeség, hiszen Magyarország fekvése adott, nem tudjuk a vállainkra venni Magyarországot és elcipelni odébb. Az igazság éppen fordított. A Jobbik azt szeretné, ha hazánk a klasszikus európai értékek, tradíciók alapján szervezné meg saját magát, és az európai szinten is ezért harcolna. Amit ma sokan Európának hisznek, az a neoliberális értéktelenségre épülő, nyámnyila és vízfejű brüsszeli diplomaták által igazgatott melegedő. Az Európa ellentéte. A mi Európánkat Szent László képviseli mondjuk. Az övékét meg Cohn Bendit. Mindenkit egymás mellé a két embert. A Jobbik tehát nem kivezetni akarja Magyarországot Európából, hanem visszavezetni a valódi Európához. A másik a keleti fordulattal kapcsolatos félreértés. Itt nem arról van szó, hogy a Jobbik szeretne bezárkózni, a Jobbik vissza szeretne menni a múltba, és semmiképpen sem arról, hogy egyoldalú euróatlanti függésünket föl akarjuk cserélni valamilyen egyoldalú keleti függésre. Nem. Hát pont a fordítottjáról van szó. Mi Magyarország külkapcsolatait szeretnénk kiegyensúlyozni, nyitottabbá, szabadabbá tenni. Éppen az ellenkezője igaz annak, amivel vádolnak. Magyarországnak ugyanis hosszú-hosszú ideje nincs önálló külpolitikája. Rendszeresen érdekeivel nem teljesen, vagy inkább egyáltalán nem egyező erőterek függvényében kellett működnünk. Most viszont, ha ügyesek vagyunk, ha Magyarország él a lehetőségekkel, a változó világ lehetőségeivel, akkor talán méltányos és kölcsönös előnyökre épülő külkapcsolatokat tudunk kiépíteni a szélrózsa minden irányába. Mivel azonban az elmúlt 20 évben a keleti országokkal a kapcsolatainkat takaréklángra állította, nem mi állítottuk, hanem állította az Egyesült Államok és a Nyugat, ezért szükség van a keleti fordulatra. Ez tehát nem azt jelenti, hogy össze kell veszni a Nyugattal, azt jelenti, hogy a Kelettel is jóba kell lenni. És ez egyébként kulturális, gazdasági és politikai értelemben nagyon sokat tud adni Magyarországnak. Egy nagyon nehéz ponthoz érkeztem. Nyilvánvalóan ez a kapcsolat erősítését jelenti Közép-Ázsiától, az iszlám országokon, Indián és a Távol-Keleten keresztül egészen Dél-Amerikáig. De a geopolitikai helyzetünkből fakadóan látok két olyan világhatalmat, akikkel különösen fontos, hogy a stratégiai partnerséget megtaláljuk. Nekik ugyanis Közép-Kelet-Európa térsége fontos. És úgy érzem, hogy nélkülük, vagy ellenükre Magyarország nem lesz képes visszaszerezni a nemzetközi rangját. És azért nehéz ez a pont, mert a sors furcsa fintoraként az a két ország, amiről beszélek, pont az a két hatalom, akikkel a történelmünk során a legtöbbször hadakoztunk. Oroszországról és Törökországról van szó. Úgy hiszem, hogy ez az a két nagy hatalom, amelyeknek Magyarország adni tud, és amelyek Magyarországnak tudnak adni. Tehát nem kihasználásra épülhet a kapcsolat, hanem partnerségre. Ehhez azonban Martonyi Jánossal nem fogunk előbbre jutni. Tudom, hogy amikor ezt fölvetem, mind a mai napig még a mi köreinkben is számtalan érzékenységgel kell számolni, számtalan kérdést, kételyt kell tisztázni. De azt is tudom,
hogy a megérzésem jó. Azt is tudom, hogy igen, ezekkel az országokkal megtalálható az érdekazonosság, és talán Magyarország külpolitikai lehetőségei javulnak ettől. És akkor eljutottunk a legaktuálisabb külpolitikai kérdéshez, miért akar a Jobbik kilépni az Európai Unióból? Először is a Jobbik népszavazást akar az Európai Unióról, tehát vállaljuk a véleményünket, de mi azt senkire nem akarjuk rákényszeríteni, mint ahogy a csatlakozáskor egyébként a csatlakozás támogatók ezt tették Magyarországgal. Másrészt itt is hangsúlyozni kell, amit már mondtam, nem Európából akarunk kilépni, Európából az Európai Unió lépett ki. Ők hagyták el a Brüsszel hagyta el az európai utat. De önmagában ez még nem válóak. És igaz, ami igaz, nagyon nehéz helyzetben lennék, hogyha az Európai Uniós tagságunk óta eltelt időszakban Magyarország gazdasága feltámadt volna, Magyarország a munkahelyek armadája nőtt volna ki a földből. Ha azt látnánk, hogy az uniós tagsága Magyarország jól járt. De hát nagyon egyszerű a helyzetem. Mert Magyarország nemhogy nem nyert az EU tagsággal, hanem veszített. És hallottam már az ellenérveket, ugye közkeletű érvelést, de annál ostobább érvelést, hogy hát mi lenne, ha nem kapnánk meg az Európai Uniótól, Brüsszeltől azokat a milliárdokat támogatásként, amit minden évben megkapunk, hogy jaj, minden ebből épül, mi lesz velünk. Hát a támogatások rendszere egy hatalmas átverés, egy kész átverés só. Tudom, hogy papíron a befizetésünk kisebb, mint amennyit az Unió nekünk visszafizet. Ha csak ezt nézzük, akkor tényleg jól jártunk. Akkor tényleg több pénzt kapunk, mint amennyit befizetünk. Az elemzők általában eddig szoktak eljutni. De ez csupán a dolgok felszíne. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a részünkre jutatott támogatásokat csak arra fordíthatjuk, amire az Unió megmondja, hogy fordíthatjuk, és hogyha hozzátesszük azt, hogy ezen célok nem a nemzetgazdaság fejlesztését szolgálják, hanem a nyugati cégeknek teremtenek megrendeléseket, ha hozzátesszük, hogy a pénzek nagy részét le se tudjuk hívni, hogy a pályázatokhoz önrész kell, és ha hozzátesszük, hogy a csatlakozás óta egyáltalán nem javult, sőt romlott a magyar foglalkoztatás helyzete, akkor már nem olyan rózsás a kép. És még azt is hozzátesszük, hogy a csatlakozással le kellett mondanunk a vámbevételeinkről, hogy alá kellett vetnünk magunkat a tőkeszabad áramlásának, akkor ez egy kész ráfizetés. Mert mit jelent a tőkeszabad áramlása a mi számunkra? A mi számunkra azt jelenti, hogy idejön a nyugati tőke, fölhízlalja magát a mi munkánkból, és miután fölhízalta magát, kimegy az országból. Ez számunkra a tőke szabad áramlás és az Európai Unió. És ha mindehhez hozzávesszük még azt is, hogy az Unió a Lisszaboni szerződéssel és ugye a már említett Európaktummal egyenesen rálépett az Európai Egyesült Államok útjára, ami azt jelenti, hogy nem csak gazdasági gyarmat, hanem politikai gyarmattá is válunk, akkor elkeserítő a helyzet. Nem is értem, hogyha ezt valaki józan paraszt ésszel végig gondolja, és levet magáról minden előítéletet, akkor mit remél még ettől a közösségtől? Annyi önállóságunk marad, mint Iowa államnak az Egyesült Államokban. A kérdés tehát, elsősorban én elfogadom, jogos kérdés, hogy mi lesz Magyarországgal, ha kilép az Európai Unióból. De a valódi kérdés, és ennél sokkal nyugtalanítóbb, sokkal fontosabb kérdés, hogy mi lesz Magyarországgal, ha benn marad. Ez az igazi kérdés. A kilépés ugyanis egy lassú folyamat. Kellő időt teremt ahhoz, hogy Magyarország rendezze a külkapcsolatait és fölkészítse saját magát egy unión kívüli élethez. Erről egyébként a tavalyi évanyitón számtalanszor és több pontban beszéltem. Lehet kelet-közép-európai országokkal együttműködni, lehet a turáni származásunkat felhasználva kapcsolatokat építeni, lehet függetlenként kelet-nyugat kapujaként működni. Én azt gondolom, hogy több lehetőség van, erről kellene már beszélni. Viszont a bennmaradás az olyan folyamatos megszorításokra kényszeríti az országot. Olyan láthatatlan és látható pénz- és tőke kiszivattyúzást eredményez, amely néhány év múlva teljesen eszköztelenné teszi az országot. Meg fogja nyomorítani az embereket, még annál is jobban, ahogy most állunk. Abban a pillanatban már, és ez a pillanat már itt van az előszobában, már tényleg nem lesz választásunk. Akkor azt fogják majd mondani, hogy azért vagyunk kénytelenek bennmaradni, mert önállóan már teljesen életképtelenek lettünk. Még örüljünk annak a néhány morzsának majd, meg a rabszolgasorsnak, amit Brüsszel nekünk ad. Erről azonban őszinte vitát kéne folytatni Magyarországon. Őszinte belpolitikai vitát. Hogy az emberek tisztán lássanak végre. És ha már a belpolitika szóba került, akkor beszéljünk a belpolitikáról.
Ha hazánk jelenlegi helyzetét számokkal szeretném érzékeltetni, akkor azt mondanám, hogy van egy adott helyzet, és van három politikai erőtér. Nézzük meg ezt a helyzetet, és nézzük meg a három politikai erőteret. Bizonyos értelemben ez persze leegyszerűsítés, de igaz. Az adott helyzet a következő. A világban zajlik egy hatalmas változás, amely a világ minden szereplőjét cselekvésre kényszeríti. Ebben a változásban hatalmas szereplők feszülnek egymásnak, egyelőre még csak gazdasági szintereken. Kína és az Egyesült Államok egyszerre a legnagyobb versenytársai és egyszerre a legnagyobb támaszai egymásnak. Az arab világban egészen nehezen beazonosítható folyamatok indultak el, amelynél csak az a bizonytalan, hogy hová fognak kifutni ezek a folyamatok. Európa eközben nem tud mit kezdeni a jóléti társadalmai fenntartásával, a bevándorlás problémáival, vagy az eladósodottság problémáival. Dél-Amerika dinamikus, de nagyon sok ellentmondással tüzdelt fejlődést mutat. India halk, de hatalmas és erős, továbbra is nagy kérdés. Oroszország ugyan küszködik gazdasági és demográfiai problémákkal, de eközben egyértelműen megkezdte a nagyhatalmi újjáéledését. Törökország az iszlám világ egyik vezető erejévé kezdi kinőni magát. Irán pedig dacol az euroatlantista nyomással. Nem sorolom tovább. Ez nem egy világbéke jelei. Ezek nem a világbéke jelei. Ebben az egyre forróbb és bizonytalanabb világpolitikai helyzetben pedig itt van a mi megcsonkolt és szeretett hazánk. Itt van a fogyatkozó Kárpát-medencei magyarság, amelynek az elszakított részeken a helyzete továbbra is bizonytalan. Nem javított semmit az uniós tagság a helyzetükön. Gondoljuk csak a szlovák reakciókra az állampolgársággal kapcsolatban. Gondoljunk a délvidéki magyar verésekre, az erdélyi magyarság politikai képviseletének nehézségeire. A csonkaországban pedig van egy eszmeileg megmérgezett, morálisan szétvert, anyagilag kiszolgáltatott társadalom. Emellett az ország külső gyarmati függésben, az állam és magánszektor eladósodva, a nemzeti vagyon és a nemzetgazdaság széthordva, és mindennek a tetejében kb. 1 millió cigány társadalom integrációja vált kilátástalanná. És hogy még jobb legyen a kedvünk, Barroso úr levelekkel fenyeget, az IMF meg feltételeket szab. Tetszik, nem tetszik ez a helyzet? Nézzük a válaszokat, nézzük a három politikai erőteret. Hát erre az első választ a balliberálisok adják. Nekik már, hála jó Istennek, nincs igazi vezető pártjuk. Az MSZP ketté szakadt, amikor abból kivált a magyar politika állatorvosi lova Gyurcsány Ferenc. Benne minden, ami egy politikusban utálatos, az egy személyben egyesül. Gátlástalan, hataloméhes, cinikus, ultraliberális, hazug, áruló, és valljuk meg őszintén, nem is igazán normális. Amikor hallottam a hírekben, hogy leköltözött az Avasra egy pár napra, abba bíztam, hogy nem kerül elő. Aztán elgondolkodtam, hogy hová költözhetne még Gyurcsány Ferenc. És sorjáztak az ötletek. Hát miért nem költözik be a fővárosi állatkertbe a keselyük és a hiénák közé? Mert ő enné meg őket. De költözhetne például a Feneketlentó fenekére. Vagy Zagyva Gyula barátunk szobájában nyitnánk neki egy vendégágyat. A szüleim kertes házában ott van egy jó magas padlás, ő felmegy, én meg elhúzom a létrát. Szegeden is volna neki egy jó szálloda, bár csak egy csillagos. Látják? Mi még arra sem kérnénk őt, amire ő kért bennünket, hogy hagyja el az országot. Van itt neki hely bőven. De legyünk sportszerűek, és kívánjunk sok sikert. Kívánjunk sok sikert Gyurcsány Ferencnek ahhoz, hogy sikerüljön elszedni annyi MSZP szavazót, amennyivel el tudja majd érni a 4,9%-ot. Aztán itt van a megmaradt MSZP, amely véleményem szerint még egy komoly csata előtt áll. És nem arra gondolok, hogy Szanyi Tibor kihívta Mesterházi Attilát, mert szerintem erre Szanyi Tibor már nem is emlékszik. Hanem arra,
hogy a Lendva Ildikóval és Kis Péterrel fémjelezhető retro csapat és a Mesterházy féle Kádár Jugend között komoly ellentétek vannak, amik előbb-utóbb még problémákat fognak okozni. Az LMP-ről én nem vesztegetném sokáig az időt, véleményem szerint fel fog oldódni abban a balliberális pocsolyában, amelyből érkezett. Jelenleg tehát van egy vegyes csapat, mindenféle magát civilnek mondó szerveződéssel, amely próbál egységesülni ugyan, de egyelőre még ez nem sikerült. Ismerve a gondolkodásokat, tudom én, hogy mikor fog sikerülni, amikor megegyeztek a lehetőségeikről, mert hogy az ő istenük a pénz. És mi a válaszuk az ország helyzetére közben? Hívjuk ide azonnal az IMF-et, Barroso úrtól kérjünk tüstént bocsánatot, teljesítsük minden feltételüket, szorítsuk meg a magyar társadalmat, tiltsuk be a Jobbikot és adjuk nekik át az országot. Vagyis egyáltalán semmilyen válaszuk nincsen, ők csupán azt szeretnék folytatni, amit eddig is folytattak, csak szeretnének újra a szemétdomb tetején ők ücsörögni. A másik választ a kormánypártok adják erre a helyzetre. Ez egy ilyen csiki-csuki válasz. Lépjünk egyet jobbra, aztán egyet balra. Mondjunk egyet kifelé, aztán egyet befelé. Lehet persze ezt nagy okosan mindenféle elemző műsorokban reálpolitikának tekinteni, azt mondani, hogy hát a politika már csak ilyen, folyamatos igazodás a lehetőségek és a szükségek között. Ha így lenne, ha úgy érezném, hogy ennek van előre futása, kifutás, akkor el tudnám fogadni, de az igazság, hogy nincs. A Fidesz számára ugyanis az úgynevezett reálpolitikájának a célja nem az ország megerősítése, az ő reálpolitikájának a célja a Fidesz megerősítése volt, és maradt mind a mai napig. Ha az országgyűlésben csak a tizedét fordítottuk volna időben és energiában olyan törvények megalkotására, ami a magyar gazdaságot segíti, ahelyett, hogy az ő hatalmi bebetonozódásukkal voltunk elfoglalva, akkor egészen máshol tartanánk. A legelszomorító pedig az, hogy ezt az országot még mélyebbre taszította ez a politika, még inkább megnehezítette egy valódi gazdasági fordulatnak a lehetőségét. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a Gyurcsány és Orbán kormányok tönkretették Magyarországot, végletesen tönkretették. És az Orbán Barroso csörte kapcsán sokan azt hiszik, hogy ez az igazi, na ez az igazi harc, ez a lényegi háború. Lerágják a körmüket a Hír TV előtt. De valójában ez csak egy figyelemelterelő kis csata egy mellékhadszíntéren. A lényeg az IMF-fel való megállapodás kérdése. Ez a valódi vízválasztó vonal, ez alapján dől el a sorsa. Ki, hogyan áll az IMF kérdéséhez? A tagok legyünk vagy szabadok kérdés nem csak az Európai Unióra, hanem az IMF-re is vonatkozik. És ha így nézzük, akkor azért van abban valami tragikomikus, amikor az opera előtti balliberális csürhe azért tüntet, hogy takarodjon a kormány, és mielőbb egyezzünk meg az IMF-fel, és eközben az Andrássy úton a békemenet meg azért vonul föl, hogy elak ezekkel a kormánytól, hogy az megegyezhessen az IMF-fel. A magyar választó választhat, hogy vörös szekvűvel a kezében, vagy narancsszín sálban megy el a Vágóhídra. Úgyhogy Jobbik egy harmadik választ képvisel. Egy érdemi és valódi gazdasági szabadságharcot, amelynek célja, hogy a magyar társadalom állapotát az elviselhetetlenségtől legalább a normális szintig felhozzuk. Egy keleti fordulatot, amelynek célja, hogy kiegyenlítsük az egyoldalú euróatlanti függésünket a keleti országokkal való gazdasági, kulturális és politikai kapcsolatok megerősítésével. És nem utolsó sorban egy szellemi, eszmei fordulatra is szükség van. Ennek az a célja, hogy a magyarság visszataláljon a történelmi gyökereihez, és azon egyetemes értékekhez, amelyet a nyugati világ és sajnos mi is az elmúlt századokban materializmusra és anyagi javakra cseréltünk. A gazdaságról, a külpolitikáról beszéltem. Így beszédem utolsó részében nem maradt más hátra, mint hogy az eszmei alapokat megvilágítsam. Ha esetleg valaki most azt gondolná, hogy nagyjából az érdemi rész véget ért, és most már csak így függelékszerűen szólok néhány elvont, lényegtelen elvi kérdésről, akkor az nagyon téved. Tiszta szívemből mondom, hogy és azt hiszem, hogy gondolataimnak a legfontosabb részéhez érkeztem. Az eddig mondottak ugyanis a politika szűkenvet kérdéseivel foglalkoztak, pártpolitikával. A ránk váró jövő azonban meggyőződésem szerint túl fogja nőni a pártokat. Nem akarok senkit megrémiszteni, de a világban egy-két évtizeden belül én elkerülhetetlennek látok egy komolyabb fegyveres konfliktust. Magyarországon pedig már itt van a nyakunkon a csőd, ami ki tudja, mit hoz. Szeretném, ha nem lenne igazam, ha a világ és a hazánk problémái a tárgyalóasztaloknál rendeződnének, nagyon szeretném.
de attól félek, ez csupán remény. Azért kellett ezt megemlítenem, mert ez a helyzet felelősséget ró ránk. Ebben a helyzetben ugyanis nem az fog számítani, hogy ki melyik szervezetnek a tagja, hogy kinek milyen tagkönyv van, vagy éppen nincs a zsebében, hogy öltöny van-e rajta, vagy pulóver, hanem az fog számítani, hogy milyen közösségnek a része. A Jobbiknak tehát túl a pártpolitikai felelősségén, amely alapján az ország problémáira programot kell adnia, és ehhez megfelelő támogatottságot kell szereznie, kötelessége, hogy a társadalom önvédelmi, önszerveződési és önfenntartó képességét segítse, támogassa, kibontakoztassa. Ez a munka 2012-ben ugyanolyan fontos lesz, mint az, hogy pártként mennyire leszünk sikeresek, sőt, nyugodt lelkiismerettel a párt elnökeként, furcsa mód a párt elnökeként azt mondom, hogy ez a pártmunkánál is fontosabb lesz 2012-ben, mert ezen keresztül tudunk segíteni az embereknek. Itt azonban a tét nagysága és a helyzet súlyossága miatt nem engedhetünk zöld utat mindenféle naív, jószándékú, de hagymázos, zavaros kezdeményezésnek. Mókussálas, pompomsapkás, limlomszatyros őrülteknek. Nagyon fontos, hogy az eszmei alapokat megfelelően tisztázzuk, amely, hozzáteszem, pár szinten sem haszontalan. Sokan sokfélét gondolnak ugyanis rólunk, vagy éppen képzelnek, álmodnak belénk. Van, aki a rémálmait, van, aki az álmait. Én azonban nem szeretnék zsákba macskát árulni. Jó, ha mindenki tisztában van vele, kik vagyunk és mit akarunk. Nehogy aztán meglepetés érje. Személy szerint én fenntartom a jogot magamnak ahhoz, hogy önmagam lehessek. Én a politikát nem a hatalomért folytatott rituális, fegyvertelen küzdelemnek tartom, hanem eszköznek. Eszköznek, hogy az eszmeiség, amit vallok, amelyet vallunk, áthassa a társadalmat. És ebből az következik, hogy számomra minden szervezet, minden emberi konstrukció, beleértve még a saját pártomat is, kizárólag addig érték, amíg ezt az eszmeiséget hordozza. A jövőre nézve ezért, a különféle személyes pozíciókért, státuszokért vívott napi küzdelmek engem nagyrészt idegen fognak hagyni. De tűzzel, vassal írtani fogom az eszmei elhajlást, az ellenségeinkkel való szellemi megalkuvásokat, legyen az akármilyen irányú, mert mindig itt kezdődik minden bukás. Persze ezek után... fontos volna most már akkor tisztázni, hogy kik is vagyunk. Mit is értek a Jobbik eszmeiségén? Ahhoz, hogy ezt megválaszoljam, talán legegyszerűbb, hogyha azzal kezdjük, hogy kik nem vagyunk. Itt ugyanis a sajtó már annyi mindent mondott rólunk, hogy lassan néha egy-egy újságíró sem tudja már, hogy előző nap mit hazudott rólunk. Kezdjük tehát. Nem vagyunk kommunisták, mert a mi szellemi centrumunk nem az osztályhatalom. Nem vagyunk fasiszták, mert a mi szellemi centrumunk nem az államhatalom. Nem vagyunk nemzeti szocialisták, mert a mi szellemi centrumunk nem a faji hatalom. De nagyon fontos, hogy jól értse mindenki. Demokraták sem vagyunk. Demokraták sem vagyunk abban az értelemben. Demokraták sem vagyunk abban az értelemben, amivé ez mára züllött. Nem vagyunk, mert a mi szellemi centrumunk nem a pénz és a tőke. Tudom, hogy ez utóbbi kijelentésemért nagyon sok és komoly támadásokat fogok kapni. De könyörgöm, valakinek már végre ki kellett mondani, hogy ez a válság, amelyben élünk, ez nem csupán gazdasági válság, ez a liberális demokráciák válsága is. Válsága azon politikáknak, amelyek a manipulációra, az egyre alacsonyabb színvonalra, az emberek butítására és anyagi függésében tartására épülnek. Ezért mondtam azt, nemrég, és tartom ma is, hogy engem nem az aggaszt, hogy az Orbán kormány meggyengíti a demokráciát. Engem az aggaszt, hogy meggyengíti a magyar társadalom életlehetőségeit. Engem nem az aggaszt, hogy elhallgat a Klubrádió. Engem az aggaszt, hogy üldözik a magyar gárdát. Amennyiben így haladunk tovább, egy demokratikus csapda helyzetbe fogunk kerülni, ahol a magyar demokrácia
3 millió manipulált nyugdíjas és 3 millió megvásárolható cigány szavazó szavazata alapján fog működni. Gondoljunk csak Gyurcsány Ferenc miskolci előadására és annak közönségére. Szegény, szerencsétlen nyugdíjasok, akik azt tapsolták és éltették, akiknek megnyomorított sorsukat köszönhetik. Ezért fontos, hogy tisztázzuk, mi is a mi szellemi centrumunk. A mi szellemi centrumunk a magyarság organikus egységének szimbóluma a Szent Korona, amelyre esküdtettünk, és amely a politika mindennapi dzsungelében számunkra iránytűként szolgál. Ebből következik néhány dolog. Az egyik az, hogy a mi célunk nem csupán az, hogy jól lakassunk minden magyart. Természetes, a magyarság anyagi jólétéért, a tisztességes munka megérdemelt gyümölcséért meg fogunk vívni, ezt alapvető kötelességünknek, feladatunknak tekintjük. Pláne most, amikor a dolgos, tisztességes magyar családok és emberek egyre súlyosabb helyzetbe, kilátástalan helyzetbe kerülnek. Kötelességünk, hogy a munka becsületét visszaadjuk. Mi voltunk azok egyébként, akik először mondták ki a magyar közéletben, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. De azt is kimondjuk emellett, és ugyanolyan súllyal, hogy aki viszont dolgozik, az hagy egyem. Mindezekkel együtt viszont, ha valaki azt hiszi, hogy a teendőnk csupán az anyagiakért vívott harcban merül ki, az téved. Az rossz helyre téved, talán jobb is, hogyha minél előbb távozik. Az első rendő feladatunk ugyanis az, hogy a társadalmat, a politikát olyan eszmeiséggel hassuk át, amely kényszerítő erővel hat. Ellenségeink ugyanis ugyanezt teszik. Az ő kényszerítő erejük a médián, az oktatáson, a kultúrán és úgy általában a közgondolkodáson keresztül hat a magyarság pusztulásának irányába. A mi feladatunk, hogy a magyarság életének, a magyarság feltámadásának irányába mutató erőket szabadítsunk fel. És örömmel jelentem, hogy ezügyben sokkal jobban állunk, mint azt akár mi magunk is gondolnánk. Sokan a Fidesz több lépését úgy értékelték, hogy ezt vagy azt ellopott a Jobbiktól. Ami felszínesen nézve, vagy akár a Fidesz szándékait illetően igaz. De a mélyben ez nem jelent mást, mint hogy a Jobbik eszmeisége irányítja, tematizálja még a nagy-nagy kétharmados kormányunkat is. Ez azt jelenti, hogy egyszerűen nem képesek az általunk generált erőket figyelmen kívül hagyni, nem képesek azzal szembe menni, hanem kénytelenek azokat, még ha csak részben is, vagy torz formában is, de szolgálni. Vagyis az általunk ültetett fát gondozzák, anélkül, hogy tudnának róla. Gondolkodott valaki azon, hogy a 100 000-es békemenet jelszava, ha nem leszünk gyarmat, kinek is a jelszava valójában? Milyen eszmeiségé? Na hát erről beszélek. Mindez azonban az éremnek csupán az egyik pozitív oldala. Eszerint a Jobbik által képviselt eszmeiség sokkal mélyebb gyökereket eresztett és sokkal szélesebb körben hat, mint azt sokan sejtik. És ez jó, ezt tovább kell erősíteni. De van az éremnek egy másik oldala is, ahogy az lenni szokott. Ugyanis nem csupán a mi eszmeiségünk hat mások között, de sajnos az ő eszmeiségük, a világot jelenleg uraló materialista, ultraliberális gondolkodás is hat a mi sorainkban. Ezen azt értem, hogy sok magát nemzeti gondolkodásúnak valló személy, kör, csoport, ha alaposan képes lenne megvizsgálni elképzelései, céljai, eszmeiségét, akkor az derülne ki, hogy ugyanazon a szellemi bázison áll, mint azok, akikkel szemben megfogalmazta önmagát. Ugyanazon modernista, anyagi természetű, értékvesztett világképet szolgálja, mint azok, akiknek a seregei ellen nap mint nap harcolunk. Pedig ha így van, akkor hiába generálunk kényszerítő erejű hatásokat a magyar közéletben. Sőt, ha így van, akkor hiába nyerjük meg a választást, ha mindeközben az ő hatásaik ugyanúgy megmérgeznek bennünket. Nagyon fontos tehát, hogy a saját sorainkat tisztítsuk, rendezzük, képezzük és erősítsük a jövő feladataira. A harcosabb tagjainknak meg kell érteniük, hogy a mi küzdelmünk nem csupán és nem elsősorban fizikai küzdelem. De a politikusabb tagjainknak is el kell fogadniuk, hogy működésünk viszont nem kompromisszumok keresése, hanem harc, harc és harc. Mi ezzel a nemzet, ember és Isten ellenes rendszerrel kompromisszumot nem fogunk kötni.
Ha működésében részt veszünk, hát akkor azt is csak azért, hogy annak végét gyorsítsuk, elősegítsük, hogy Magyarországot visszaadjuk a magyaroknak, és egy valóban európai, valóban nemzeti társadalmat segítsünk életre. Ez a cél. És ez egy embertelenül nagy cél. Hatalmas feladat. Ebben a harcban nem szégyen elbukni. Ebben a harcban földön maradni szégyen. Meg otthon maradni. Olyan óriási erőpróba, amelynek sikerén vagy kudarcán az ország jövője áll, vagy bukik. Könnyen megroppanhat még a legerősebb, a legtisztább is közülünk ezen terhek alatt. De ezért érdemes élni. Ezért érdemes kitartani. Ezért volt érdemes megszületni. És ezért kell bíznunk egymásban. Bíznunk el a jó Istenben is, akitől ne azt kérjük, hogy elképesztő, már-már elviselhetetlen terheinken könnyítsem, hanem azt kérjük, azok teljesítéséhez adjunk nekünk elég erőt. Mi nem kérünk kisebb keresztet. Büszkén hordjuk ezt a nagyot. Attila unokái vagyunk, és nem félünk senkitől. Elinen hát, piszkos rablók, ez a mi hazánk. Köszönöm szépen.